Az energetika területén a mesterséges intelligencia jelentős megtakarításokat ígér előrejelző és optimalizáló képességének köszönhetően. Dr. Kaderják Péter a Hétköznapok oldaláról közelíti meg a témát, hogy kézzelfogható közelségbe kerüljön. Mit jelent mindez egy átlag fogyasztó számára? A mesterséges intelligencia megoldások, a nagy adatbázisok elemzésére alapuló megoldások nagyban fognak tudni hozzásegíteni minket abban, hogy tisztább, de ugyanakkor biztonságos, mindig elérhető energiaforrásokat fogunk tudni használni. Nap mint nap látjuk azt, hogy újabb megújuló termelő berendezések létesülnek napelemek formájában elsősorban. Az elmúlt 5-6 évben Magyarországon szinte a semmiből mára annyi napelemes kapacitás épült a villamosenergia rendszerben, mint a paksi atomerőműnek a teljes kapacitása. A napelemes rendszerek azonban nem minden szempontból ideálisak, és így jön be a mesterséges intelligencia. Van vele viszont két nagy probléma. Az egyik az az, hogy hát ezek akkor termelnek, amikor a nap süt, nem pedig akkor, amikor mi szeretnénk, hogy termeljenek. A másik pedig, ami hát egy adottság, hogy nem egy helyen vannak, hanem ma már több mint 80 ezer helyen termelik meg az áramot. Azt a nagy problémát kell megoldani, hogy a napelemek használata során ugyanakkor fent tudjuk tartani az egész villamosenergia rendszernek az egyensúlyát. Ugye értékessé válik az, hogy értsük azt, hogy mikor fognak termelni ezek a berendezések, és tudjuk azt, hogy hogy lehet a rendszer egyensúlyát fenntartani. Ehhez előrejelzésekre van szükségünk, ehhez mérésre van szükségünk, ezért okos mérőket telepítünk ezekhez a berendezésekhez, és ezeknek az elemzése alapján tudunk olyan előrejelzéseket ma már gyártani, olyan mesterséges intelligencia alapú megoldásokat alkalmazni, amelyek még egy olyan viszonylag bizonytalanak tűnő esetben is, mint a napsugárzás, nagyon nagy pontosággal meg tudják azt mondani, hogy egy óra múlva, negyed óra múlva, vagy a más következő napon ez a nagyon-nagyon sok helyen lévő szétszór decentralizált termelés, ez hogyan tud hasznosulni a magyar villamosenergia rendszer számára. Magyarország EMI stratégiája is kiemelten foglalkozik a kérdéssel. Az a cél, hogy 2030-ra megújuló energiatermelés menetrendezése 70%-ban okos technológiával történjen. Mindez az egyéni fogyasztók számára vonzó energia megtakarítási lehetőséget kínál. Ezeknek az információknak a felhasználása segítségével ugye nagyon sok olyan megoldás lehet fejleszteni, ami, ahogy már említettem, segíti azt, hogy ezt a sok szétszórt termelést integrálni tudjuk a magyar áramrendszerbe, de ugyanakkor az egyéni fogyasztó számára is tanácsot tudjon adni abból a szempontból, hogy hogyan ütemezze a fogyasztását részben, hogyan használja a berendezéseit, fel tudják tárni ezek a megoldások. Hogy ha például nagyon pazarlóan használunk bizonyos berendezéseket, ha ezt megváltoztatjuk, ezt a szokásunkat, akkor pénzt tudunk spórolni segítségével. Ha például egy utcában sokan telepítenek ilyen berendezéseket, vagy egy település elhatározza, hogy ahelyett, hogy szennyező energiaforrásokat használna, a helyben rendelkezésre álló megújuló energiaforrásokat használnák fel, akkor úgynevezett energiaközösségeket hozhatnak ma már létre. Egyébként az okos mérési programnak az a célja, hogy a következő 10 évben legalább 1 millió okos mérő telepítésére sort kerítsenek a szolgáltatók, a háztartási felhasználók fogyasztásának a optimalizálása érdekében is. Feltétlenül érdemes a gépekre hagyatkozni az energiafogyasztás optimalizálására. Bonyolult kérdésről van ugyanis szó, a megtakarítás pedig kézzelfogható. Az egyéni fogyasztó már nem lesz képes arra, hogy például negyed óránként megítélje azt, hogy egy adott gépet üzemeltetni érdemes vagy nem. A villamosenergiának tudnilik ma már olyan fejlett piaca van, hogy negyed óránként változik az ára ennek a terméknek, és ez a technológia alkalmas arra, hogy ezt a fajta optimalizációt elvégezze, és hát mindenképpen ugye több tucat nagyságrend százalékban tudja az energiafogyasztásunkat és az energiaköltségünket mérsékelni ez a technológia, hogyha okosan használjuk, hogyha az okos eszközökhez például okos árazási technikákat illesztünk, akkor ez a megtakarítás, ez kézzelfogható és jelentős nagyságrendű tud lenni. Egyik legnagyobb szennyező energia felhasználás az a közlekedéshez kapcsolódik. Van egy úgynevezett zöld busz program Magyarországon, amelynek az a célja,
hogy a nagyvárosainkban 25 ezer fő fölötti településeken fokozatosan leváltsuk a régi füstölgő dízel buszokat tisztán elektromos meghajtású, helyben zéró kibocsátású buszokra. Az energetika terén, a háztartási energiafelhasználás mellett a közlekedésben, ezen belül a töltőinfrastruktúra tervezésben lehet a leghasznosabb az ENI technológia. És ennek érdekében gyűjtünk adatokat arról, hogy maguk a buszok milyen üzemmentetési jellemzőkkel rendelkeznek, illetve nyilván ahhoz, hogy ezt tömegesen alkalmazzuk, egy nagyon jelentős töltő infrastruktúra fejlesztésre van szükség. Ebben a tervezési folyamatban, hogy hogyan, hová, milyen módon, milyen kapacitással telepítsünk elektromos busz töltő infrastruktúrát, ebben a nagy adatbázisok, a mesterséges intelligencia alapú elemzések nyújtanak nagyon jelentős segítséget, úgyhogy a közlekedés zöldítési területen is kulcsfontosságú, hogy itt a modern digitális technológiákat, illetve megoldásokat tömegesen alkalmazzuk.